Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt tehát a közérdekű, amelyben szokás szerint az elmúlt hónap legfontosabb eseményeire tekintünk vissza, és egy picit a következő hetek dolgaira is előre nézünk majd Takács László polgármester úrral. Szervusz, polgármester úr, köszöntelek. Szervusz, köszöntöm a tévénézőket. Sok minden történt, a február egy nagyon fontos hónap nyilván az esztendőben, hiszen ilyenkor kerül pont egy nagyon fontos ügy végére, ez pedig a város idei költségvetése. Már több szinten beszéltünk erről itt a városi televízióban, de ebben a műsorban még nem. Úgyhogy megszületett, és hát a kiadott közlemény szerint is dinamikus fejlődést biztosít majd. Miben jelenik meg ez a dinamizmus? Hát elsősorban abban, amit elmondtunk már sokszor a költségvetéssel kapcsolatban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon sok olyan fejlesztés, beruházás tartalmaz a költségvetés, ami a város gyarapodását szolgálja. Ugye itt az idei évi költségvetésben elsősorban azokra a területekre összpontosítottunk saját forrásokból, amelyekben a legnagyobb problémákat látjuk, így a városi úthálózatnak a fejlesztése, illetve karbantartása. Ezen túl a csapadékvíz elvezető rendszereknek a karbantartása, és folytatódnak azok a beruházások, ezeket mind tartalmazza a költségvetés, amiket az elmúlt években elkezdtük, ugyanis azt látjuk, hogy a városnak az erejét az határozza meg, hogy milyen gazdasági erő van mögöttünk, és ezért a gazdaságfejlesztési oldalra, mint például az ipari park, új ipari park kialakítására nyert pályázatnak a megkezdése, illetve a forrás felhasználása, ehhez kapcsolódóan az északi iparterületnek a megközelítése. Ugye itt egy már megnyert pályázatunk, hamarosan közbeszerzési fázisba került pályázatunk, illetve egy még bírálat alatt levő pályázatunk. Mind a kettő egyébként kerékpárutakról megközelítésről, szóval az egyik a felüljáról, a Jászberény úti felére, a másik pedig a Nagykátai út felől. Így van. Ugye ezek nagyon fontosak, de ezen túl azokat a dolgokat is tartalmazza a költségvetés, amire az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektettünk, így a civil szervezetek támogatását, vagy például hagyományosan most már az egészségügyre, ami ugyan nem a mi feladatunk, de a városi kórháznak egy 10 millió forintos támogatást tartalmaz, amit oda használhatunk, hatna fel a kórház városi egészségügy javítására. Ugye itt különösen érdekes, hogy egy nagy beruházás kezdődik meg hamarosan, aminek szintén folynak az egyeztetései. De ezen túl, amire mi büszkék vagyunk, hogy most is tartalmaz a költségvetés béremeléseket. Azért azt tudni kell, hogy az önkormányzati szférába, illetve az önkormányzathoz kapcsolódó gazdasági társaságok tekintetében a jelenlegi gazdasági helyzetben a bérek, amiket nyújtunk, azok nem mindig versenyképesek. És azt tapasztaljuk, hogy bizony ebbe a nagy versenybe, ami kialakult, nagyon komoly az úgynevezett munkaerő elszívás. Azért próbálunk a lehetőségekhez képest olyan bérnövekedést biztosítani a nálunk dolgozóknak, amivel ösztönözni tudjuk őket arra, hogy maradjanak nálunk. Így az önkormányzati szférában ez az önkormányzati hivatalt és az intézményeit tartalmazza egy átlagos 7,5%-os béremelkedést tudtunk a költségvetésbe beépíteni, és az önkormányzati gazdasági társaságainál is átlagosan egy 8%-os béremelést tudunk fedezetet biztosítani, de ezen túl folytatódnak az intézményi felújításokat, amit most már évről évre minden nyáron el szoktunk végezni. Támogatjuk továbbra is a ceglédi sportot, hiszen ez nekünk nagyon fontos, az egyik szimbólum, a jelképe Ceglédnek, sportvárosa vagyunk, úgy gondolom, és még nagyon-nagyon sok olyan feladatra tudunk forrás biztosítani, aminek elsősorban egyébként a fedezete, azon túl, hogy úgynevezett állami normatíva növekedés is volt, főleg itt a családok, a gyermekellátáshoz kapcsolódó feladatok, azon túl a másik lábát az a nagyon jelentős helyi adóbevétel adja, ami az elmúlt években szintén egy nagyon dinamikus növekedés mutat. Ez az bizonyítja, hogy a kormányzat gazdaságpolitikája és azok a gazdaságfejlesztő, illetve ösztönző lépések, amiket a város önkormányzata is tette, azok lassan-lassan beérnek. Erre ez egyik legjobb példa, amit mindig el szoktam mondani, hogy míg 5 esztendővel ezelőtt a
az 1 milliárd forint körüli volt a helyi adóbevételünk, az most a 2 milliárd forintot is meghaladjuk, sőt az idei évi költségvetésben még nagyobb, közel 2,5 milliárd forintos bevételt számolunk. Én innen is szeretném megköszönni minden ceglédi adófizetőnek azt a gyakorlatilag nagyon feszes és nagyon szabálykövető morált, ami uralkodik, tehát hogy az adóbevételek bejönnek, enélkül nem tudnánk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani. Hát nyilván majd, ahogy megvalósul a költségvetés, és az ebben lefektetett tervek, akkor arra majd ráfigyelünk a következő adásainkban. Vannak ennek látványosabb részei és kevésbé látványos részei is. A látványosabbak közé tartozik nyilván az utak felújítása, és hát ugye az mindenkit érint szinte, főleg a belterületi, de külterületi utakra is most nagyobb figyelem hárul, úgy tűnik ebben az időszakban. Így van, ugye ennek az egyik forrása az a pályázati lehetőség, amit sikerült elnyernünk. Itt mind a vidék fejlesztési alapból tudtunk pályázati forráshoz jutni, ebből tudnak megújulni a külterületi útjaink közül 7 darab, amelyeknek a munkálatai most folynak. Ez egy nagyon fontos lépés, hiszen hatalmas külterületi úthálózatunk van, és egyre többen mennek ki a városból, ami egyébként nagyon jó dolog, hiszen a vidéki élet az gyakorlatilag kezd visszatérni azzal a évtizedekkel ezelőtti kerékvágásba talán, amit a kommunista rendszer próbált szétverni, de hál' Istennek nem sikerült, és újra felfedezzük azokat az értékeket, amik a várostövező tanyavilágban rejlenek. De ezen túl a külterületi úthálózaton túl a belterületi utakra is nyertünk pályázatokat. Itt a Pest megyei kiegészítő alapból, illetve belügyminisztériumi pályázatból tudnak megújulni utak. Ezeknek a közbeszerzése lezáródott egy részénél. Reményeink szerint hamarosan elkezdődnek a munkálatok, illetve más utaknál még zajlik a közbeszerzés, és további pályázataink is vannak, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jelentőset tudunk az idei esztendőben ezen a helyzeten is javítani. Nyilván nem városi beruházás az M4-es gyorsforgalmi út, de most, hogy azért láthatólag készül és épül, ez biztos sokat jelent Cegléd számára. Most ugye a Tápió-Szentmártoni úti felüljáró készült el, hát ez egy elég kritikus csomópont volt. Most azért sokkal egyszerűbb átkelni mondjuk a Kátai útról Szentmárton felé. Igen, ugye az M4-es útat sajnos halálútként, főleg ez a szakasz híresült el, és valóban így van, nagyon-nagyon sok baleset történt az elmúlt évtizedekben ezen az útszakaszon, de most már úgy néz ki, hogy tényleg a finishbe érkezünk, és elkészül az út. Ez egy nagyon-nagyon jelentős lépés a város számára, és azon túl egyébként, ami elsősorban az egyik legfontosabb, hogy az ember életvédelme, a balesetveszély csökken, azon túl egy nagyon fontos dolog is történik a város szempontjából, itt gazdasági vérkeringésbe tudunk becsatlakozni. Az mérhető mindenhol, hogy az elmúlt évtizedekben, ahol autópálya csatlakozás, vagy autópálya közelébe került egy település, nézzük csak meg a közelbe, mondjuk Újhartyánt, ahol igen jelentős ipari fejlesztések zajlanak, nagyon komolyat tud előrelépni. Egyébként a hatása itt is érződik Cegléden. Már az elmúlt időszakban több olyan megkeresés érkezett területvásárlás a cég ide településre, amiben ugyan még nem tudtunk dőlőre jutni, de én azt gondolom, hogy a közeljövőben itt is jelentős előrelépések lesznek, és hát a 4-es úthoz kapcsolódóan ez a felüljáró, ugye, amit átadtak, illetve a körforgalomnál a másik felüljáró is készül, egy jelentős lobbyerőt tudtunk kifejteni arra, hogy az úgynevezett szervizút, az a városi ipari területeket tárja majd föl, ez még Földi László országgyűlési képviselő úr polgármestersége idején indult el, és akkor nagyon jelentősen lobbizott ő érte. Ennek az eredményeként most egyébként be fog kapcsolódni ez a rész ebbe. Azért itt is az önkormányzatnak közel egy 30 hektáros területe táródik föl. Ide terveztük ugyanis azt az ipari parkfejlesztést, amiről az előbb már beszéltem, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jelentős dolog, és hát akkor ne hanyagoljuk el még azt a tényt sem, hogy az öregszülői résznél pedig egy külön lehajtóval a Budai úti szabadidő komplexumunkat lehet megközelíteni. Ez is nagyon-nagyon sokat jelent majd nekünk. Igen.
aki vasúttal érkezik, vonattal érkezik ide Ceglédre, ugye a Kölcsey térrel találkozik először, kritikus tér volt, jó pár évvel ezelőtt még inkább, amikor a parkoló sem volt rendben, most már az rendben van. A körülötte lévő terület most úgy tűnik, hogy megindult a megszépülés felé. Eltűnt a régi szobor, ugye a 19-es emlékmű, a méltó helyére talán azt hiszem a szoborparkba került ez az alkotás, és elindulhatott a munka. Itt mikor a várható látványos eredmény? Hát én azt gondolom, hogy már most látszanak az eredmények, hiszen látványosan változás történt. Ugye az valóban, ahogy elmondtad, ugye egy méltatlan állapot volt, azt gondolom, és ez egy régi adóssága volt a városnak, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás után 30 évvel még mindig közterületen lehetett egy ilyen szobor. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem volt helyes. A történelemnek volt egy ilyen szakasza, ez jelképez valamit ez a szobor, méltó helyére került, ahogy mondtad, a Memento Parkba, legyen ez egy memento, annak a rendszernek a mementója. Viszont ugye volt egy terünk, amit Kölcsey térnek hívtak, de nem sok köze volt Kölcsey ez a nevén kívül. Most szeretnénk, hogy ha egyrészt, ahogy említetted is, a város kapuja, hiszen a vasúton ide érkezők itt találkoznak először a városra, egy méltó terület lenne, és hát szeretnénk Kölcseinek is egy emléket állítani, hogy ha már a térnek a neve, ez akkor valami köze is legyen hozzá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valóban az építési munkák azok lassan-lassan a végéhez közelednek, utána következnek a szebb részek, a nekem is szívemhez közelebb álló dolgok, a virágok, cserjék ültetése, és valóban a szép zöld területnek a létrehozatala. Én azt gondolom, hogy május környékén birtokba lehet venni ezt a parkot. Jó, ráfigyelünk mindenképpen. Nem messze, tulajdonképpen néhány perc sétára a Kölcsey tértől ott van a világháborús emlékmű, ami hát már látszik rajta, hogy picit megviselte az idő, ráfér egy kis felújítás. Beszélgettünk már róla, hogy nem ez most a csúcsberuházás a városban, de látványos és nagyon fontos lesz, hogy ha ez meg tud szépülni. Igen, hát ugye az előbb itt beszéltünk egy rendszerről, és hát azért a magyar sors a 20. században az elég viharvált volt, és hát megtépázott rendesen minket a történelem. Ilyen időszak volt, mind az első, mind a második világháború időszaka. Nagyon sok ceglédi áldozta az életét, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden ceglédi családnak vagy az első, a nagy háború, vagy a második világháború időszakából vannak veszteségei. Ennek állított ez egy nagyon szép emléket még az első világháború utáni időszakban. Azóta én úgy tudom, hogy jelentősebb felújítás nem történt a szoboralkotáson. Ugye ez kiegészült a rendszerváltás után a második világháború áldozatainak, a holokauszt áldozatainak az emléktábláival. Itt egy pályázati forráshoz jutottunk, abból azért el kell mondani, hogy nagyon komoly dolgokat nem tudunk csinálni, de úgy gondoltuk, hogy a város kiegészíti ezt saját forrással, és így 100 esztendővel a nagy háború után egy méltó felújítással egy olyan emlékhelyet tudunk tenni, ami mind az első háborúban, mind a második háborúban oda veszetteknek és az áldozatoknak egy méltó emlékhelyet tud állítani. Azért is fontos, hogy hogy nézzünk ki, mert nyilván ez kihat majd arra, hogy hányan szeretnének ide látogatni Ceglédre. Így is lehet tenni érte itthon is, de természetesen a határon kívül is lehet tenni érte, hiszen az utazás kiállításokon, azért mondom többes számban, mert ugye nem csak Budapesten, Szolnokon is ott szokott lenni mindig a város, és hát most Budapesten volt az utazás kiállítás, mit hozhat a konyhára nekünk ez igazából? Hát sok ide látogató embert, mi ezt szeretnénk megmutatni magunkat, hogy itt van Cegléd, itt van az Alföld kapujában egy nagyon szép város, amelyik az elmúlt időszakban méltatlanul egy kicsit a háttérbe szorult, és nem igazán tudtuk megmutatni magunkat. Ez sok mindenre vezethető vissza, hiszen itt a Pest megyei közép-magyarországi régiós probléma, ugye, ami nem engedett nekünk turisztikai Európai Uniós forrásokat felhasználni, de sok minden más is elvezetett idáig. De most itt a lehetőség, beszéltünk ugye az M4-es útnak a megépüléséről, de ezen túl beszélhetünk arról, hogy egyre inkább nyílik ki a világ, és halljuk mindenfelől, hogy az
embereknek azáltal, hogy több pénzük van, nagyon sokat költenek belföldi turizmusra, külföldi turizmusra. Mi szeretnénk ezt a szelet befogni a város vitorlájába is egy kicsit, és ezért tartjuk fontosnak, hogy elmenjünk és megmutassuk magunkat az ilyen kiállításokon, és minél több embert ide csábítsunk, hogy az a szlogán, amit használunk, hogy Ceglét több, mint gondolnád, az testközelbe kerülve tapintható, érezhető legyen. Ezek a visszajelzések egyébként jönnek, tehát azok, akik ellátogatnak Ceglédre, és amikor nagyvárosi rendezvények vannak, vagy egyéb rendezvények, amikor kint vagyok, beszélgetek olyan emberekkel, akik valahonnan a város határain túlról érkeztek ide, és elmondják, hogy hú, hát ők nem is gondolták volna, hogy Cegléd ilyen. De egyébként ezen túl a ceglédiek is, én úgy látom, hogy egyre inkább kezdik átérezni. Én itt jó példának a budai úti fürdőt hozom, ahol azt hallottuk mindig, hogy a ceglédiek nem szeretik, nem mennek oda, viszont mi azt tapasztaljuk, mert méréseket csinálunk, hogy egyre több a kilátogató ceglédi, egyre inkább a magunkénak érezzük ezt a dolgot. Ez segíti egyébként az a 80 millió forint például, amit a város költségvetésében biztosítunk a fürdőnek a karbantartására, fejlesztésére, vagy az a futópálya, amit a tó körül fogunk ott létrehozni. Úgyhogy ezért megyünk el ezekre a kiállításokra, hogy megmutassuk magunkat, hogy idehozzuk az embereket, és megmutassuk, hogy az, amit mi tudunk egyébként ceglédiek, hogy milyen szép ez a város, az elmenjen országvilág elé, és vigyék a jó hírünket minél messzebb. Részesen fogy műsoridőnk, de néhány rendezvényről mindenképpen beszéljünk még. A Sporttörténeti Bizottság most ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, a sporttörténeti gyűjtemény, vagy mondjuk úgy, ahogy mi szoktuk, hogy a sportmúzeum is megújult az elmúlt időszakban, erről is beszámoltunk, lesz egy, ott is egy nagyon szép ünnepség, amely során a gyűjtemény, a múzeum fölveszi Kürti Béla nevét. Így van, hát ugye sajnos Béla bácsi a tavalyi esztendő elején itt hagyott minket, egy nagyon szép életút után, és hát ő volt a megálmodója ennek az egész gyűjteménynek, vagy múzeumnak, ahogy mi hívjuk. Nagyon sokat tett azért, hogy ez ilyen formába bemutatható legyen, és hát a bizottság kezdeményezte, hogy vegye föl Béla bácsi nevét ez a gyűjteményen, mellé a képviselőtestület teljes messzélességgel odaállva eljutottunk most oda, hogy a megálmodónak, az alkotónak a nevét fogja viselni, és időtlen időkig hirdeti, hogy milyen komoly munkát tett tőle ide az asztalra. Igen. Lesznek még rendezvények, közeleg a városi nőnap időpontja is, március 15-e is közeledik, és hát egy nem ünnepi esemény, de mégis való ünnep, hiszen a Teszed akcióba bekapcsolódni, és ezzel is szépíteni a várost, azért valahol egy picit az is ünnep. Gondolom, hogy ezeken a helyszíneken neked is meg kell jelenned majd. Természetesen ez a kötelességem, de nem a kötelesség, hanem jó szívvel megyek, hiszen nagyon szép rendezvényekre van szó. Ott van a városi nőnap, amikor 1000 hölgy előtt beszélni, az egy hatalmas élmény, tehát aki még nem volt ilyenben része, az nem tudja. Komoly feladat is, hogy mindig kicsit zavarba szoktam jönni. De ezen túl ugye a városi nőnapon túl, ahogy mondtad, március 15-e hagyományosan ugye a Szabadság téren a Kossuth-apánk szobra előtti területen kerül megrendezésre. Reméljük, hogy az időjárás se kegyeibe fogad minket. A fáklyás felvonulás, ami most már megint hosszú évek óta hagyomány, megrendezésre kerül. Ezen túl, ahogy mondtad, valóban lesz Teszed akció. Március 22-én, 23-án. Ez pedig azért fontos, mert sajnos azért azt látjuk, hogy vannak még gondok a szemeteléssel, és ilyenkor a város apraja nagyja összefog. Én innen is biztatok mindenkit, hogy áldozzon rá egy órát vagy két óra hosszát, egy kicsit tegyük tisztábbá, szebbé a környezetünket, hogy ahol élünk, az valóban olyan szép legyen, hogy amikor ide látogatnak a vendégek, vagy csak magunk örömére szép környezetben legyünk, tiszta környezetben lehessünk. Na, ha minden jól megy, akkor egy hónap múlva egy tisztább város, városi televíziójában fogunk beszélgetni. Akkor is lesz téma biztosan rengeteg. Köszönjük szépen az elmúlt havi összefoglalót és a kis előretekintést is. Találkozunk akkor egy hónap múlva. Polgármester úr, jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen! Köszönöm. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Eddig tartott a mai közérdekű. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!